Sziasztok, Ádám vagyok, a tekettő.hu-t nézitek, és most azt szeretném nektek bemutatni, hogyha megvásároltátok az LG Spirit 4G LTE-t, amelyet Magyarországon a Telenor Magyarország forgalmaz, akkor milyen lépéseket kell megtenni onnantól kezdve, hogy megvettétek, odáig, hogy használatba vehessétek a készüléket. Itt van az új készülékünk, kibontjuk a dobozt, aminek rögtön a tetején lesz az LG Spirit telefonja. Ezt a fóliát félre is tehetjük. A dobozban megtaláljuk az akkumulátort, amelyre mindenképpen szükségünk lesz. Lesz egyébként még garanciajegyünk, headsetünk, illetve itt lesz a USB adapter, illetve a töltéshez az adatkábel is. Haladjunk a telefonnál egyelőre. A fóliát ráírunk még levenni. Előbb itt a jobb oldalt alul van egy bemélyedés, itt tudjuk leemelni a hátlapot. Majd behelyezhetjük az akkumulátort, illetve a SIM-kártyát és memóriakártyát. Az akkumulátornak négy kis pöcök jelzi, hogy hogyan tudjuk betenni. Igazából ezek az kis érintkező fülek. Bepattintjuk és ez a helyén van. Itt felül oldalt helyezkedik el a memóriakártyaszlot, illetve a SIM-kártyaszlot. Micro SD kártyával és micro SIM kártyával lehet bővíteni a készüléket. Itt van a Telenoros micro SIM kártya. Ezt a kis bevágást a bal felső sarokban legyen így, ahogy toljuk be a kártyát, a legalsó szlotba lehet tolni, ugyanis két kártyaszlot van egymásra építve, ezt teljesen akadásig be tudjuk tolni. Felé pedig itt a memóriakártya tolható be, ugyanilyen módon, jelen pillanatban ez egy 2 GB-os kártya, de természetesen nagyobb egységet is támogat. Ezután a hátlapot visszapattintom, rendesen körbe, hogy ne lötyögjön. Majd már most levehetjük a védőfóliát, hogy használatba adjuk a telefont. A bekapcsoló gomb nem oldalt vagy felül van, hanem hátul a kamera alatt a hangerőszabályzó gombok között. Ezt hosszan meg kell nyomni, ekkor rezzen egyet a telefon, illetve el is indul a töltőképernyő, hogy az Android rendszer betölt. Ez egy néhány másodpercet vesz igénybe. Illetve az első indításnál szükség lesz arra, hogy beállítsuk a legfontosabb dolgokat. Ezeket meg is fogom egyébként mutatni. Be is töltött a rendszer, magyar nyelven egyébként. Amint látható, itt kiéri egyrészt a PIN kódot. Ugye milyen helyeztem bele SIM kártyát. Beütjük a PIN kódot, leokézom. És hát rosszul emlékszem rá. Miután a helyes PIN kódot beütöttem, itt is vagyunk a üdvözlő képernyőn, magyar nyelven fogad rögtön a készülék, ugye ki vannak választva a magyar nyelvek, de hogyha más nyelven használnánk, akkor természetesen itt van lehetőség kiválasztani. Megyünk a következő opcióra. Itt be van állítva a mobilhálózat, ami a mobil internet használatát is jelzi, illetve hogyha van wifi hálózatunk elérhetően, akkor be tudjuk kapcsolni a wifit, illetve rögtön itt csatlakozhatunk is hozzá, akár kiválasztva a szükséges wifi hálózatot. Megyünk a következő gombra. Tap and Go néven lehetőség van korábbi telefonról NFC-n keresztül átvinni az adatokat. Hogyha ezt használnánk, akkor arra van lehetőség, hogy a hátoldalt hozzáérintjük az előző telefonunkhoz bekapcsolt NFC-vel, de most ezt kihagyjuk, és a teljesen új készülék beállítását mutatom be. A következő beállítási lehetőség a Google fiók hozzáadása. Ezt mindenképpen célszerű megtenni, hiszen például a Google Play áruházból az alkalmazásokat így lehet csak majd letölteni. Meg kell adnunk az e-mail címünket a billentyűzeten,
vagy legalábbis a felhasználó nevünket, majd a következő gombra kell kattintani, ekkor ellenőrzi a fiókot a Google, majd beírjuk a jelszót is hozzá. Itt a jelszó után a következő gombra kattintunk, bejelentkezik. El kell fogadnunk az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi irányelveket. Rányomunk a következő gombra. Itt, ahogy írja is, egy pillanat még, hát nyilván picivel talán több a beállítás, de már legalább folyamatban van. Közben elindult a Google fiók szinkronizációja is. Hogyha korábbi készülékről vissza szeretnénk állítani, akkor itt lehet kiválasztani megint csak korábbi eszköz, ilyen például a Samsung Galaxy S5-öt lát, de beállítható új eszközként is a készülék, és ilyenkor nem hoz vissza régi adatokat. Kiválaszthatjuk, hogy biztonsági mentést készítsen a Google fiókra, jelszavakról, Wi-Fi beállításokról és másokról, használja a Google helyszolgáltatásokat, segítsen a helyszolgáltatások javításába, illetve a felhasználó élmény javításába. Hogyha ezzel minden egyetértünk, akkor a következő gombra kattintunk. Persze, ha valamelyikkel nem, akkor azt ki lehet pipálni. A jelen pillanatban el kell fogadnunk a szoftver frissítést, illetve az adatnaplózáshoz való feltételeket. Majd ismételten a következő gombra megyünk. Ki lehet választani KNOC kódot, amely egy speciális képernyő feloldási mód az LG-től. Ez egyébként hasznos. Ha nem szeretnénk ilyen védelmet beállítani, akkor a mégse gombra kell kattintani, de a KNOC kód beállítása gombra kattintva, én ezt most megmutatom, hogy hogy lehet beállítani. Négy mezőnk van, itt kell kiválasztani egy kombinációt, rámegyünk a folytatra, meg kell adnunk ezt a kombinációt ismételten, majd a megerősít gombra kattintunk. Szükség van egy PIN kód megadására is, ami itt látható. Ez arra az esetre, hogyha elfelejtenénk a KNOC kódot, akkor ezzel a kóddal lehet feloldani azt. Kiválaszthatjuk, hogy az Android 5.0 Lollipop gombjai hogyan helyezkedjenek el a kijelző alján, sötét vagy világos hátterűek legyenek, illetve a vissza és alkalmazás váltó gomb hol helyezkedjen el, jobb vagy bal oldalt. Ezek után kiválasztható az, hogy mi legyen a telefon neve, megjeleníthető esetleg telefonszám a lezáró képernyőn, az elvesztés esetén hasznos, bár én nem szoktam beállítani, majd a kézgombra kattintva várunk, és már köszön is az Android 5.0 Lollipop rendszer a Spirit készüléken, így már használatba is vehetjük, jobb alsó sarokban van a menügombunk, rögtön tudunk telefonálni itt a tárcsázóból, illetve hogyha alkalmazásokat töltenénk le, akkor arra a Google Play áruházat tudjuk használni. Így lehet teltvásárlás után egyszerűen beállítani pár perc alatt az LG Spirit 4G LTE okostelefont. Köszönöm, hogy megnéztétek a videónkat, kövessetek minket továbbra is. Sziasztok!